Negyedik alkalommal özönlik el a siófoki Tesco-t félmeztelen fiatalok, Pumpet Gabó vezetésével. Mi is kijöttünk megnézni, hogy idén mégis hányan jönnek el. Ebben a szent pillanatban megindítunk a negyedik félmeztelen Tesco-ba menés. Legelőször akkor indult, amikor én legelőször 2014-ben 10 éve eljöttem a Balatonszándra, és bejöttem félmeztelenül a Tesco-ba, és kinevettek a barátaim, és pedig amúgy vidéken, amúgy mindenki félmeztelenül jár amúgy Tesco-ba. A Brotherhood az a legfontosabb, az, hogy eljöttünk együtt a Balatonszándra a zenéért, hogy együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, ez a legfontosabb. Nagyon szeretjük ezt az egész közeget, a hairstyle-t, az edzést, így az egész téma érdekel minket. Gabót is? Gabó is, igen. 10 év eltelt, és itt vagyunk, hogy tele van a Tesco velünk. Van egy olyan pletyk, hogy az idei lesz az utolsó Balaton Sound, és ezzel lehet, hogy ez lesz az utolsó Tescózás is. Az egész szomorú lenne, de akkor nagyon megnyomjuk ezt. Ez elképzelhetetlen, meg gondolom, hogy ez megtörténjen. Nem akarom elfogadni. És azt gondolom, hogy ez egy hülyeség, mert már tavaly is mondtak ilyeneket, de ez kegyetlen. Hogyha esetleg ez mégis megvalósulna, attól ti még jövőre ugyanúgy visszajönnétek? Szerintem lehet. Biztos. Azt gondolom, hogy most már, hogyha ez egy hagyományőrző Tesco van is, akkor a hagyományt azt folytatni kell.